újabb elismerő oklevéllel gazdagodott a Tolnai Fusz János Zeneiskola énekkara, miután az országos rendezésű Bárdos Lajos Zenei Hetek Tolna megyei díszhangversenyén kiemelkedő eredményt értek el, aranyminősítéssel büszkélkedhetnek. Schmidt Zoltánné karnagy azt mesélte, olyan családias légkört akart kialakítani az évek során a kóruson belül, mely megteremti az eredményes munka alapjait. A zeneiskola énekkara 1995 óta működik folyamatosan, tehát már több mint 25 éve. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy több mint 25 éve olyan értéket képviselünk itt a városban is, ami példaértékű. Ez alatt a 25-26-27 év alatt nagyon sok gyerek megfordult a zeneiskolában, illetve a kórusban is. Nagyon sokan régi kórustagok is időnként visszajárnak, és sokszor már gyermekeikkel együtt is megjelennek, és ez mindig nagy öröm számomra, ez a régi találkozás is. A mostani énekkar 16 főből áll. Igazából úgy kezdődött, hogy városi ünnepélyekre vagy zeneiskolai rendezvényekre egy kis színesítésként szükség volt egy énekkari megszólalásra, és az akkora iskolai vezetőm, iskolai igazgatónk Pirginé Sompai Zsuzsa kezdeményezésére én óraszámot is kaptam, mint énekar. Nem jellemző egyébként a zeneiskolákban ez a fajta megnyilvánulás. Megfordultunk Tamásiban, Simontornyán, Dombóváron, Szekszárdon, Pakson, tehát több helyen énekeltünk, és hát öregbítettük a kórusmuzsikának az értékeit. Minősítő hangversenyen 2014-ben voltunk először Kaposváron, és rögtön arany dicsérettel értékelést kaptunk, és egy országos dicsérő oklevelet is. Nagyon jellemző az énekarra, hogy miután vegyes korosztályról van szó, a nagyon befogadó társaság, egymást nagyon szeretik, tisztelik, becsülik, egymást segítik, és a kicsiknek könnyű a úgynevezett beszoktatási időszak, mert a nagyok a hangjukkal már segítséget tudnak adni, és így lassan évek alatt egymásnak átadják ugyanezeket az értékeket. Az énekkar diákjai elmondták, miként kerültek az énekkarba, és hogyan érzik magukat a közösségben. Én a kórusba úgy kerültem be, hogy nővérem is hát itt énekelt előtte, és ezáltal nekem is megtetszett, meg hát otthon is énekelgettem magamtól. Nagyon szeretek itt lenni, igazából, mert tényleg egy barátias közösség alakult itt ki, és tényleg mindenki segítőkész. A kórusban két nővérem is énekelt, és Magdi néni szerette volna, hogyha én is járnék kórusra, és már lassan 2 éve járok, és én nagyon szeretek énekelni, így jobban kedvet kaptam hozzá. 2 hete még pénteken voltunk egy versenyen, ott is jól szerepeltünk, és nekem igaziban most az volt az első versenyem. A kórusban ez egy összetartó közösség is, tényleg kedvesek vagyunk egymással, és így összetartozunk. 1 éve járok kórusra, mert a Magdi néni beajánlott, és nagyon megtetszett. Nagyon szeretem a népdalokat és a bodzavirágot, és szerintem nagyon, nagyon összetartó közösség, és sokat segített, hogy hallottam a többiek hangját. Én 4 éve vagyok a kórus tagja, és nagyon fura volt így végignézni, hogy én kicsiként kezdtem, hogy még a nagyok voltak, és rájuk támaszkodtunk, és most pedig én vagyok a nagy, így pár év leforgása alatt, és nekem kell segítenem a kicsiket, amit például nagyon-nagyon szeretek, mert imádom őket feldobni az ilyen kis apróságokkal, és az éneklés azzal ki tudom adni az érzéseimet, és szerintem a kórusban nagyon sokan vagyunk így, akik ezt meg tudják tenni. Legtöbbször, mikor megyünk esetleg fellépésekre, a buszokban is énekelni szoktunk, ilyen kánonokat, utazós dalokat, nagyon fel tudja dobni a napomat. Volt, hogy
nagyon rossz napom volt az iskolában, kaptam rossz jegyet, és eljöttem kórusba, és énekeltünk, kiadtam magamból mindent, és sokkal jobb napom lett. Az énekkar tehát nem csak az éneklés szeretetéről szól, hanem arról is, hogy az egy csoportba tartozó diákok segítik és bátorítják egymást.